Tokajban járunk, amit most kivételesen nem bor szakértői szemszögből, hanem helyi és természeti értékek szerint fogunk végigjárni. Ha már itt vagyunk, akkor elnézünk a Hegyalja Fesztiválra is. Egy óriási nagy túra után eljutottunk a nagy kopasz tetejére. Hogyha most tél lenne, akkor itt lehetne síelni, de mivel nem tél van, hanem nyár kellős közepe, természetesen ez most nem adatik meg. Viszont a kilátás gyönyörű, innen lehet látni a Bodrogzugot. Ez egy ártérési terület, ami itt ütközik neki, ugye a középhegységnek, észai középhegységnek. A Tokaji hegyen állunk, vagy más néven Nagyhegyen, ami a legdélebbi kiemelkedése az Zemplénnek. Milyen természeti adottságai vannak ennek a környéknek? Vannak olyan növények, amik csak itt találhatóak meg? Pont ebből a ütköző zónából fakad az, hogy nagyon gazdag a tájának az élővilága. A növények szempontjából a Tokaji hegyen például majd 800 fa él. Ezek közül védett, fokozottan védett fa is jó pár akad. A Bodrogzug teljesen más képet mutat, ott egy mocsárvilágot látunk a rájellemző vízi vegetációba. A Tokaji hegyen inkább a száraz, szubmediterrán, kontinentális növényzet az érdekes, tehát egy ilyen meleg, száraz, pusztai vegetáció, ami nagyon különleges. De megtalálható a középhegységi növényzet is, itt ahol állunk, ez egy erdős középhegységi vegetáció. A helyiek mennyire tudják kihasználni ezeket az adottságokat? Hát sokat lehet találkozni helyiekkel is a hegyen, tehát kirándulnak, és akár kerékpároznak is sokan, de természetesen rengeteg kiránduló turista jön ide messzebbről. Az állatvilág az mennyire tud itt burjánzani? Vannak-e a lehetőségeik, amik máshol nincsenek, vagy esetleg vannak-e már kihalófélben lévő állatok? Hát igen, vannak igen ritka fajok. Meg lehet említeni a zefír boglárkát például, ami egy növényhez kötött, egy tápnövény specialista lepke. A gyapjas csűrtfűvön él a hernyója, ez például egy nagyon ritka lepke, viszont a hegy érdekessége, hogy a föld legnagyobb bagolyfaja, az uhu, például van, amikor 7 párral képviselteti magát, úgyhogy eléggé szép számban költenek a hegyen. Ezen kívül meg lehet említeni a fekete gólyát, ami szintén érdekes, hogy sziklafalon költ a hegyen. Azt már tudjuk, hogy nagyon különleges itt a mikroklíma, és gondolom ennek is köszönhető az, hogy a tokai borok annyira tökéletesek itt a környéken, és hogyha a Tokajról beszélünk, természetesen elsősorban mindenkinek ez jut eszébe. Valóban a mikroklíma az, ami ezt meghatározza, meg az alapkőzet, mert azért azt is meg kell jegyezni, hogy nagyon érdekes a folyó és a hegy találkozása, de emellett a hegyen egy nagyon vastag lösztakaró is található, a vulkanikus alapkőzeten, és ez egy nagyon egyedi találkozás szintén, és ez a borban is előjön. Sorozatunkban találkoztunk már Marotvával, ez ahol éppen jelenleg vagyunk, ez a Rakamazi réten található. Mit lehet tudni ennek a kialakulásáról? Ez a Tiszának egy lefűződött régi kanyarulata. Ugye, mikor még a gátak és az ember folyószabályozása előtt szabadon kalandozott a folyó, akkor sok-sok medret hagyott el és lépett be újabbakba. És hát ez egy ilyen legutoljára használt medre a folyónak. Az általa bezárt Rakamazi rét, hogy te is mondtad, ez egy nagyon érdekes terület szintén, ott állattartással, legeltetéssel, kaszálással hasznosított gyepterületek vannak. Ez a Marotva, ez pedig a madár és a növényvilága miatt nagyon értékes, illetve hát, ahogy látjuk, itt horgászattal hasznosítják. Mennyire tudnak itt horgászni, mert ha körbenézzük, akkor itt nagyon dús a növényzet, mondhatni egy egybefüggő. Pontosan mi ez a növény, amit látható? Mert ugye nekem úgy tűnik ez, mint hogy vízitök lenne, de azt kijavítottatok, hogy ez nem az. Igen, ez egy védett növényünk a súlyom, közte pedig egy másik védett növényt lehet látni, a rucaöröm nevű fajt. Vannak nyílt vízfelületek, meg hát természetesen az ember is beleavatkozik ebbe néha, és volt egy ilyen rehabilitációs munka is itt a Holtágnál, amit megpróbáltak azért végrehajtani, hogy a feltöltődését azt megakadályozzák. Tehát ilyen nyílt felületek mindig akadnak. Az emberi beavatkozás mennyire befolyásolja az állatvilágot?
míg a feltöltődő medrekben a növényzet nagyon erősen búrjánzó, és a sok-sok mondjuk gerinctelen lakik, addig a, mondjuk a nyíltabb vízterületeken ott a halak lehet, hogy jobban tudnak érvényesülni. Körbenéztük, megnéztük ugye a nagy kopasz, megnéztük a kis kopasz, megnéztük a bodrogzugot, valamint most itt vagyunk a Rakamazi réten. Az viszont, hogy a Hegyalja Fesztiválon hogyan működik és mennyire tudják helyesen kitölteni a totókat, ez most kiderül. Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg. Készült az új Széchenyi terv keretében. Magyarország megújul. Készült az ifjú botanikusok baráti körének megbízásából.